Jó estét kívánok! A mi erőnk abban rejlik, hogy a reálisat meg tudjuk csinálni, a csodát pedig meg akarjuk. Ez Sugár Tíme, a hitvallása. Susu, ő ugye az Albafehérvár KC női kézilabda csapatának kapusedzője, aki hozzávetőlegesen 17 esztendeje foglalkozik kapusképzéssel, és hát a kezei között olyan kiváló hálóőrök fordultak meg, mint Szikora Melinda, Herorsi, vagy éppen Sipeki Flóra. Ugye ketten is az utóbbi szezonban védték az Albafehérvár KC kapuját, és Sugár Tíme ugye több programot is elindította a kapusképzés kapcsán, most pedig, hogy tombol a nyár, táborba várta a kapusokat az ország minden részéből, sőt, még Japánból és Dániából is. Ez a kapustábor zajlik most a héten Tökölön, stábunk is ott járt, belepillanthattunk abba, hogy hogyan is néz ki egy ilyen kapustábor. Sőt, egy meglepetés vendég is érkezett a lányokhoz és fiúkhoz éppen a mai napon, úgyhogy hogy ki ő, és mit kell róla tudni, az kiderül a következő bejátszásból. Tartsanak velünk! Igen, csere van! A tököli sportcsarnokban osztja a jó tanácsokat Sugár Tíme. A játékosként Európa-bajnoki aranyat nyerő egykori kapusa a Fehérvári mellett másik két műhelyben is foglalkozik hálóőrökkel, kicsikkel és nagyokkal is. Az immár negyedik kapustábor, mint mindig, most is rendkívül intenzív. 28 kapus jelentkezett a táborba, és ebből 15-en bent is alszanak, és velük tényleg 0-tól 24 órában együtt vagyunk. Napi két edzés mellett a két edzés között mindig valamit kitalálunk, valami szakmai programot, amivel ugyanúgy fejlesztük, illetve valami plusz próbálunk hozzátenni. Van kettő japán kapusunk, akik Japánból repültek el hozzánk, hogy tanuljanak a kapusságról. Van egy magyar kislány, aki Dániában él már kint a szüleivel, de hazajön azért, hogy ezt be a kapustáborba részt vehessen. És ugye 9 évestől egészen 40 éves korig ugye a japánok azok az idősebbek, a lányzok az ugye, vagy a többiek azok 9-től 18 éves korig bezárólag vannak. Vannak, akik magasabb osztályból jönnek, vannak, akik alacsonyabb osztályból, de igyekszünk mindenkinek megfelelő terhelést adni. Hála Istennek többen is jöttek Fehérvárról. Ugye a Vajk Eszter már a felnőttben fog a következő évben ugye velünk együtt edzeni, egy 16 éves kapuska. Van a Hernádi Dorina, akik ugyanúgy a tavalyi évben már a felnőttel együtt bontogatta a szárnyát. Ugye a kicsik közül is többen jelentkeztek. Gajdóci Barbi az nálunk a Serdülőben játszik, és Benedek Anna, Pajzs Bajna, Cifra Fruzsina, ők pedig a kicsi szivacslabda, éppen bőrlabdás időszakot élik. A táborban Sugár Tíme a több korábbi tanítványa is edzi a jövő kapusait, így a Fehérváron 5 szezont lehúzó Szikora Melinda is. Milyen régre nyúlik vissza a kapcsolatod Sugár Tímével? Hát az nagyon régre nyúlik vissza. Ugye 5 évet voltam Fehérváron és 4 évet Fradiba, úgyhogy ez már 9 éves kapcsolat. A táborunk ugye a 4. éve van megrendezve. Úgyhogy szerintem elég jól ismerjük már egymást és az egymás munkáját. Nagyon szeretünk együtt dolgozni, és igen, idén is nagyon jó hangulatba telik a tábor. Mi a feladatmegosztás köztetek? De ketten edzéseket tartunk, ugye a fő hangsúly a mozdulatokon van, és a technikára megyünk rá. Ugyanolyan jellegű munkát végzünk mindketten. Esetleg életkor tekintetében van különbségtető a idősebbekkel, vagy fiatalabbakkal van valami megosztás? Most csak azért kérdezem, mert most láttam, hogy nagyjából ez történt. Igen, a Susu úgy osztotta be a csoportokat, hogy nagyjából a korosztály szerint, és persze a tudás szerint, de mindenki mindenkivel dolgozik, tehát a Susu is dolgozik a fiatalabbakkal is, és az idősebbekkel is, és én is ugyanúgy. Milyen a jó kapus? A jó kapus, jó reflexzel rendelkezik, nem fél a labdától, és jó elővételezéssel rendelkezik. Téged mi fogott meg a kapusposztban annó? Fú,
Hát nagyon nehéz erre választani, ösztönből jött, és ösztönből rögtön imádtam, illetve olyan dolgokat tudtam csinálni, amit nem tanítottak, de mégis jól csináltam, és sikeres voltam benne. Tehát kivédeni valamit, egy labdát, az egy óriási boldogság, tehát ez egy óriási adrenalin löketet ad az embernek, és talán ez az, ami megfogott. És a csapatsportágon belül ugye mi egyedül állunk bent a kapuba, tehát mi vagyunk az utolsó mencsvár a csapatnak, és ha mi meg tudjuk fogni a labdát, akkor segíteni tudunk a csapatnak. Talán ez a kettő összetétel. Nyilván egy sikeres kapuhoz azért az is kell, hogy mentálisan rendben legyen. Egyértelműen, tehát a kapusposzt azt gondolja nagyon sokan, hogy nagyon könnyű. A kapusposzt az egyik legnehezebb, legösszetettebb, hiszen koordináció, egyensúly, fizikai állóképesség, pszichés és mentális képesség, döntésgyorsasága, észlelési gyorsasága. Kicsit fáradt vagyok, és örülök, ha aludhatok a szálláson elég sokat. Úgy szerettem meg a kézilabdát, hogy óvodával jártunk kézizni, és akkor kiválasztották, hogy ki járhat kézizni, és akkor engem választottak. És szerinted miért választottak téged? Nem tudom. Nem tudom. Hogy megy a kézilabdázás, a kapuskodás? Hogy érzed? Szerintem jól. Miben vagy a legügyesebb mostanság? Hát játékosban nem vagyok valami jó, ezért inkább kapuskodásban. Edzéseken legtöbbet kapuban állok. És a kap, hogyha állsz a kapuban, akkor miben vagy a legjobb? Tehát, hogyha szemből lőnek, vagy oldalról, melyiket bírod jobban, melyiket kevésbé? Hát azt bírom a legjobban, ha szemből lőnek. És ezek az edzések most keményebbek, mint Fehérváron szoktak lenni? Hát ezek keményebbek, mint ott. Na, mesélj, mitől keményebbek, mitől nehezebbek? Hát azért, mert hogy más bemelegítést csinálunk, amit ott nem csináltunk, meg itt új feladatokat is csinálunk, mint ott, és ezért keményebbek. És kezdetben féltél a labdától? Kezdetben egy kicsit. És aztán hogy sikerült ezt legyőzni? Hát mindig több lett az edzés, és akkor már jobban megszoktam. Van példaképed? Herror Soja. És miért ő? Mert nagyon jó kapus. Ki szerettette meg a kézilabdát veled, és mikor? Hát elsősorban a szüleim vittek el kézilabdaedzésre, és hát igazából elsős voltam, és nagyon megtetszett. Úgyhogy igazából én magam szeretettem meg magam vele, és ott is ragadtam, és még mindig nagyon szeretem. És rögtön a kapusposztot is választottad? Nem, hát akkor még nagyon picik voltunk, 3+1-be játszottunk. És jobb szélen voltam, aztán nem volt kapusunk, és akkor jelentkeztem, hogy hát én szívesen beállok, és igazából ott is maradtam. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó kapus legyen? Hát elsősorban nagyon sok kitartás, szorgalom, és nagyon sokat kell dolgozni, és odahallgatni az edzőkre, figyelni, mit mondanak, mert csak is jót tudnak mondani. Lehet, hogy buta kérdés, de mikor először egy beálltál a kapuba, ha bár mezőnyben azért már volt ugye jelentős tapasztalatod, akkor azért nem feléd mentek sebesen a labdák. Féltél a labdától? Tartottál tőle? Hát igazából mi mondták nekem, hogy ne féljek, mert hát ugye akkor még szivacslabdával játszottunk, és ez így el is maradt, tehát nem volt bennem az a félelem a labdától. Ott kellő magabiztosság is kell ahhoz, hogy valaki ott álljon a kapuban. Ez neked mennyire van meg, hogy érzed? Hát szerintem nekem ez megvan, az a magabiztosság. Sose paraszkodtam arra, hogy nem lennék magabiztos. Milyen volt a nemrég lezárult szezon Fehérváron neked? Hát igazából a csoportkörünkben nem szerepeltünk olyan jól, úgyhogy alsóházba kerültünk, viszont ott jelentősen megvertünk mindenkit, és egy elsők lettünk alsóházba. Hogy érzed magad itt Tökölön, a táborban? Nagyon jól érzem magam, nagyok a programok és az edzések is nagyon jók. Nagyon sokat lehet itt tanulni és fejlődni. Mi az a feladatsor, amit a legkevésbé szeretsz csinálni? Hát, ha van ilyen. Például létrán a koordinációs edzéseket, azokat nem nagyon szeretem. Igazából a többi az úgy már megszokott, és nincs vele sok gondom. Többit akkor szereted? Igen. Példaképed van?
Hát nagyon sok mindenkit szerettem, igazából egy külön példaképet nem mondanék. Aki igazából először szerettem, meg is láttam kapuba, az ugye a Pálinger Kati volt, aztán úgy mindig a Fehérvárban, aki éppen volt kapus, ott választottam valakit, és akkor ő volt igazából a nagy kedvencem. És akkor most ki? Herors, Sipeki? Hát a Sipeki Flóra. Hogyha mondjuk egy tulajdonságot megkaphatnád tőle, és ezt belédivódna, akkor mi lenne az, mit választaná? Fú, hát nem tudom. Ez nagyon jó kérdés. Mondjuk a szorgalmát. Én is szorgalmasnak tartom magam, de ő nagyon sokat lát, hogy nagyon sokat dolgozik, és keményen edz mindig. Van valami álmod? Fú, hát... Hát sok álmom van. Hát, egyet mondj. Mondjuk NB1-es kapusnak lenni. Ez egy nagy álom. Milyennek látod az új generációt? Mennyire van meg bennük a szorgalom, a kitartás, tehetség? Ez szerintem ez minden korosztályban egyénfüggő, vannak persze ügyesebbek, jobbak, okosabbak, de persze vannak lustábbak is. Ez egyénfüggő, tényleg kiből milyen kapus lesz, illetve szerencse kérdése is, hogy esetleg hova kerül ki a kapus edzője, egy sérülésen is akár múlhat, hogy oda tud-e kerülni egy felnőtt korosztályba, és persze az edzőn is, hogy bizalmat szavaz-e neki. Ha már említetted a szerencsét, akkor neked szerinted mi volt a pályafutásod során a legnagyobb szerencséd? Nekem a legnagyobb szerencsém az volt, amikor Fehérvárra kerülhettem, és a Susuval dolgozhattam. Azt gondolom, hogy az volt az első igazán nagy lépés az NB1-es karrierem szempontjából és felé. Úgyhogy tényleg nagyon sokat köszönhetem a Susunak, de nagyon keményen kellett dolgoznom, nyilván rajtam is múlt, de azért ez egy óriási szerencse volt, hogy tényleg azt mondta, hogy igen, téged akarlak és veled akarok foglalkozni, és amikor esetlegesen nem úgy ment, vagy nem úgy jöttek ki a lépések, akkor is bízott bennem, és mindig bíztatott. Milyen edző? Mesélj. Jelenleg ugye nem dolgozom vele, maga azt mondta nekem, hogy egy kicsit azért már könnyebben és lazábban tartja az edzéseket, de így is természetesen ő nagyon szigorú edző, és amit ő megkövetel, azt tényleg azt be is hajtja a kapusain, és tényleg mindig képes fejlődni, minden évben új és új dolgokat hoz elő a kapusoknak, úgyhogy azt gondolom, hogy ő nagyon jó edző, és nagyon jó szakember, nagyon, nagyon jó, hogy ő Magyarországon dolgozik, és hogy tényleg a magyar kézlabda kapusok vele dolgozhatnak, az egy csodálatos dolog. Szerinted mi az, ami annak idején tőle általa beléd került? Mi az, ami benned a megszerzett ismeretek gyakorlat kapcsán benned mondjuk susus? Susus? Hát sok minden susus bennem, azt mondják, hogy a mozdulataimban őt látják. Tulajdonképpen szerintem ami a legfőbb, amit neki köszönhetek, az a tudatosságom. Ma a hatos vonal másik oldaláról érkezett vendég a kapustáborba, a veszprémi legenda Gulyás Péter személyében. Az idén visszavonult jobb szélső hű maradt klubjához, annak utánpótlásában dolgozik. Te vagy ma itt a sztár vendég, mit szólsz ehhez? Köszönöm szépen, megtisztelő, de már említettem, hogy én csak sztárok között játszhattam. Hogy vagy mostanság, mit csinálsz? Köszönöm szépen, nagyon jól. Én is egy héttel ezelőtt ért véget nekünk Veszprémbe a táborunk, és most annak a fáradalmait pihenem ki. Utánpótlást mennyire figyeled, mennyire figyelget? Foglalkozom velük most már 5 éve, 7 évestől a 20 évesekig irányítom őket Veszprémbe, és nagyon élvezem a munkát. Szerinted milyen a jó kapus? A jó kapus megfog mindent, ilyen a jó kapus. Technikás, képzett, és irányítja a társait. Te hogyan keresed, hogyan lehet tehetséget keresni és felfedezni? Nyilván neked azért jó, neked is jó szemed van ehhez, ezt hogy lehet csinálni, mesélj erről.
Hát ugye mi nagyon sok mérkőzést figyelünk meg Veszprémben, új szisztéma szerint dolgozunk, és rendkívül sok mérkőzést figyelünk, amin a játékosainkat, a jövőbeni játékosainkat kiválogatjuk már egy előtte, tehát a kiválasztónk előtt lezajló mérkőzéseken, majd a kiválasztókon ugye rengeteg fiú érkezik hozzánk, és abból próbálunk meg összetenni a csapatot, és ez zajlott most nyáron is, ahol már összeismerkedtettük azokat a fiúkat, akik jövőre már a mi égiszünk alatt fognak kézilabdázni. És ott látszik igazából az, hogy ki az, aki sokkal képzettebb, mint a többiek, kibe van nagyon sok testileg, kibe van dinamikába esetleg több. Ott látszik a kapusokon, tehát a kapusedzőnk nálunk is dolgozott velük, és ott már látszik az, hogy ki az, akibe nagyon nagy a hiányosság, vagy ki az, akibe kevésbé, és mennyire jár egyik srác a másik előtt esetleg fejlettségbe, vagy fejben a társak előtt. Hogyan látod a kézilabda népszerűségét? Hát nyilván ez Veszprémben abszolút nem kérdés, de mondjuk országos vonatkozásban szerinted hol tart most a kézilabda? Nem tudom, hogy hány néző jár ki, milyen sport, de én azt gondolom, hogy a kézilabda nagyon előkelő helyen van a Magyarországon a nézettség és a kilátogatás színvonalába. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon jó helyen van a kézilabda is, és reméljük, hogy amilyen népszerű most, ezt jó pár évig meg is fogja tartani. És hát nyilván ezt te is hozzá járultál és járulsz. Susuval mióta ismeritek egymást? Igazából személyesen talán pár szót találkoztunk, de ez az első olyan közeli kontaktunk, amikor szemtől szembe vagyunk, és megoszthatja ő a tapasztalatait, vagy én a gyerekekkel. Tehát ez az első olyan. De én mindig követtem a női kézilabdát, annak társaim, akik nyilván nem. Én mindig követtem, és tiszteletre méltó karriere van, úgyhogy mindenkinek kívánhatunk ilyet, amilyen talán kettőnknek volt. És te miért követted a női kézilabdát? Volt ennek valami különös oka? Csupán szeretem a kézilabdát, onnan is lehet tanulni nyilvánvalóan, egy kicsit lassabb a játék, az tény a női adottságok miatt, de azt gondolom, hogy ott is van mit ellesni. Például? Például. Sokkal felszabadultabbak, mint a férfiak, és azt látom, hogy ők mindig mosolyognak, ha valami ráragadhatna a férfi mezőnyre, akkor nyilván azt gondolom, hogy ez elsősorban. Képzettségben taktikailag nyilván a lövéserők, a dinamika, hogy oda érkeznek, az nyilván más, de én azt gondolom, hogy lövésformációkat, bármilyen taktikai dolgot, azt nőktől is lehet tanulni. Milyen szerinted egy kapus élete? Kapus élete? Nagyon nehéz. De ha most a mezőnyjátékosokkal szeretnénk összehasonlítani, akkor miénk még nehezebb. Ugye mi többet futunk, mondjuk nyáron a 40 fokba. Egy kapus élete az teljesen más. Alapból neki egy félelemet kell leküzdeni abból a szempontból, hogy találkozhat a labdával, és ugye a fejkörnyéki lövések, ha mellkason találják, vagy esetleg egy erősebb lövésen. Tehát az ő életük ebből a szempontból sokkal nehezebb is megszokni ezt a dolgot, hogy ő nekik milyen erejű lövésekkel kell találkozni. Szerintem ez nagyon nehéz. Nekünk a kontaktot, azt ugye a test, az hamar fölfogja, tehát a miénk ebből a szempontból, azt mondom, hogy talán egy kicsit könnyebb. Nekik viszont mi egy oldallal dolgozunk, nekik szimmetrikusan kell ugyanúgy egy balkezesre vagy egy jobbkezesre a másik oldalát használni. Tehát az övüké sokkal összetettebb fejben, én azt gondolom, az ő posztjuk. És ezt nehéz csinálni, tehát én azt gondolom, hogy erre nem mindenki képes. Neked ki volt az a kapus, akitől úgy igazán féltél, tartottál? Elismerésre méltó kapusokról tudok beszélni. Thierry Omeyer, Sterbi Kárpát, Dejan Peric, ők nekem a toppok, de ilyet, hogy tartottam a kapustól, nem mindig készültem rájuk nyilván a mérkőzésen, hogy neki mi a gyengéje, ugyanúgy, ahogy ő készült belőlem, ez így van, győzött a jobb, általában én, hiszen mindig tudtam gólt lenni, úgyhogy gyakorlatilag a verseny mondhatjuk, hogy kiegyenlített volt. Van, árulj el némi kulisszatitkot, hogyha lett, van némi mentális hadviselés a mezőnyjátékosok és az ellenfél kapusok között, és hogyha igen, akkor ez miben nyilvánul? Én nem tudok ki erről, hogy nyilván, vagy mentális hadviselés lenne. Ez inkább pszichikai, mert ők rendkívül sokat videóznak, tehát én csapattársaimról tudom, hogy mennyit töltenek a videó előtt, és mennyit készülnek a játékosoknak a kedvenceiből. És hát ugye a fáradás után minden játékos elkezdi használni azt, amit a legjobban tud,
és ilyenkor a kapusok azért nagyon nagy előnyben vannak, ez ilyen a 20. perc, amikor az embernek már kevés az oxigén a fejébe, akkor mindig azok a lövések jönnek elő egy adott szituációból, például balról kapod a labdát és a védő távon van, akkor ugyanazokat a sablonokat lövöd, és a kapusok ezért tudnak idefejlődni, ahol ma a kapus világ áll, meg a kapus poszt, mert azt gondolom, hogy ebbe fejlődött óriás itt a kézilabda, hogy ugye ahogy felgyorsult a játék, így egyre többet védenek a kapusok, mert a gyorsaságban fáradnak a játékosok, és ugyanazokat a sémákat lövik, és ebből a kapusok rendkívül jó készülnek, mert hiába gyorsabb a kézi, mégis mindig ugyanannyi gól van. Tehát ebből látszik, hogy a kapusposzt az milyen szinten fontos. És amit még én észrevettem, az, hogy ugye én szélső voltam, hogy szélről gyakorlatilag labdányi helyek vannak, és a kapusoknak a helyezkedése változott meg teljesen, tehát most már a felén állnak a szögeknek, nem úgy van, mint régen, hogy egyenes vagy visszaoldalt védenek, tehát abszolút próbálják a játékosokat beterelni egy adott sávba, amit ők szeretnének. Végzetül mit szólsz ahhoz, hogy Susu az Japánból is érkeztek, Dániából is, azért egy kislány? Hát ez nagyon megdöbbentő volt. Mikor megláttam a két japán kislány, először azt hittem, hogy itt játszanak Magyarországon valahol. Aztán kiderült, hogy ők Japánból azért jöttek ide, hogy világhírű kézilabda kapustól tanuljanak. Azt gondolom, hogy ez példaértékű, és ennek van híre, az a legfontosabb, hogy olyan rendszerbe tudjunk dolgozni, hogy Magyarországnak ilyen kapusai vannak női mezőnyben. Beszéljünk konkrétan az Albafehérvár KC-ról, Székesfehérvárról. Melyik volt az esztendő év, vagy nap, amire a legszívesebben emlékszel? Ez most sportoló vagy kapusedzői kérdés? Is. Nagyon, tehát én sportolóként ugye 2 évet játszottam itt Fehérváron, rengeteg nagyon sok szép élményem volt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy például Szabó Edina az edzőm lehetett, mert nagyon sokat tanultam az emberi kapcsolat kezeléséről, amit én használok ugyanígy a saját edzői részemben, és mégis a Fehérváron nyerte meg az EHF-et. Ez elvehetetlen, és nem is az EHF döntő, hanem az egész menetelés. Az olyan élményt adtunk saját magunknak, a közönségünknek, és én azt gondolom a városnak is, ami feledhetetlen és kitörölhetetlen. Kapusedzőként nagyon sok mindenre büszke vagyok. Büszke vagyok, hogy olyan játékosokkal dolgozhattam és dolgozhatok együtt, akik a magyar sport részévé váltak, és előmozdítói. Gondolok itt egy Szikora Melindára, hiszen én választottam ki, és én neveltem ki, és Ferencvárosba tudott tovább menni. Gondolok itt egy kis Évával való munkára, aki tőlünk tudott utána Győrbe menni. Nagyon büszke vagyok, hogy Herósival együtt dolgozhatok, aki az előző év első fél éveben az élete egyik legjobb fél évét tudta produkálni, vagy egy Sipeki Flóra, akiről minden, az egész szakma azt mondta, hogy úristen, mennyit fejlődött. És ugyanúgy büszke vagyok azok a játékosaimra, akik az civil életben tudtak maradandót alkotni, hiszen nem mindenkinek jut az NB1, nem mindenki tud a kézilabdában kiteljesedni, és én nem csak szakmát tanítok, hanem ember is próbálok maradni és nevelni őket. Úgyhogy azt hiszem a legszebb időszak ebbe a 10 évbe, hogy ezekkel a kapusokkal én együtt játszhattam, és nagyon büszke vagyok rájuk. Mik a terveid kapusképzéssel, vagy az általad létrehozott alapítvánnyal kapcsolatban? Hú, tervem az rengeteg van, időm az kicsit kevesebb, de nem baj, ez így jó, ahogy van. Továbbra is szeretném azokat a munkákat tovább folytatni, ugye Székesfehérváron, a 16. kerületben, Tökölön és Gyálon, amit elkezdtem, ugyanazokkal a korosztályokkal, hiszen minden korosztály a felnőttől, az egészen a szivacskézilabdáig dolgozok fiúk és lány szinten, tehát ezeket szeretném megtartani és továbbvenni és fejleszteni őket. És ugye azokat a programokat, amiket már 10 éve indítottam, kapusok találkozója, kapusok túrája, kapusok társasága, ezeket továbbvinni, illetve én azt gondolom, hogy 17 éve edzősködöm, mert én ugye sportolói pályafutásom alatt már edzősködtem, hiszen a tanárképzőt elvégeztem, így feljogosítva éreztem magamat arra, hogy én tehetem és csinálhatom ezt. Azt a módszert, amit én összetettem ebbe az időszakban, azt szeretném mindenki számára elérhetővé tenni, akár könyv, videó, vagy bármiféle platformon, úgyhogy a következő nagy álmom is annak a megvalósítása az erről fog szólni, hogy ami itt a Fehérvár és a 16. kerület és a többi gyerekeknek pozitív, és ami által ők tudnak fejlődni és többé válni, az mások számára is elérhetővé váljon, hiszen én azt gondolom, hogy valami olyasmit tudok itt Magyarországon magyar emberként, ami kivételes és különleges.
Kedves nézőink, ennyi fért a Bajnokok Városa mai adásába. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!